Bilincsben vezetik a bíróságra a többszörösen büntetett előéletű férfit, akinek eddig lopás és erőszakos rablás miatt is felelnie kellett. Most azonban gyilkossággal vádolják. Akár életfogytig tartó szabad. A Fejér megyei főügyészség szóvivője szerint akár életfogytig tartó börtönbüntetése is ítélhetik a rátszalmási gyilkost. A gyanú szerint ugyanis különös kegyetlenséggel ölte meg ismerősét, az áldozat fejét és mellkasát kalapáccsal verte szét, és késsel többször is megszúrta a férfit. A fején és a mellkasán érték sérülések a későbbi áldozatot. Ezek az eszközök, illetve a sérülések módja alapozza meg a különös kegyetlenséggel való elkövetést. Mindezek után, ahogy ez megtörtént, a gyanúsított megpróbálta elrejteni a holttestet. Az egyenruházsok azután fogták el a férfit, miután ő a gyilkosságot követő napon tettéről bejelentést tett a rendőrségen. A bejelentés lényege az volt, hogy ő megölt egy embert. A kiküldött járőrök a bejelentést visszaigazolták, vagyis valóban megtalálták a holttestet. Vele az embert előállították, gyanúsítottként hallgatták ki a Fejér megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi nyomozói. A két rátszalmási férfi a gyilkosság előtt együtt italozott, majd egyelőre nem tudni miért, az egyik fiatalember rátámadt 58 éves ismerősére. Miután az áldozat meghalt, a tettes elrejtette a holttestet. A feltételezett elkövetőt előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság.